keresi magadnak is. Én is találtam magamnak. Hát tisztában vagyok vele, azért mentetek el. 3 hónapos terhes vagyok. Egészségedre. Na jó, hát az előbb meg a gyerekekről beszéltetek, azt mondtad Imre, hogy az ez is tud. Lehet, hogy most már ellenet fordult. Az is fordult. De majd mi? Rendben van. Persze. Nézd, te tudod, mit csinálsz. Én tudom. Én könnyedelni nem fogok. Azért, hagyjuk egymás békén. Hagyjuk egymás békén. Semmi értelme nem nincs. Kell anyámikat se zaklatni, a nénémiket sem, mert ők amúgy nem se tudják, de hogy nem, mondta anyám. Én nem zaklattam se anyádat, se a nénémiket. Oda küldted a valami levelet, vagy mit? Meg ott vizéltel. Egyetlen egyszer írtam egy levelet, egyetlen egyszer. Amire kértelek, föl is bontottátok azt a levelet, úgyhogy nem szeretem, hogy zsinálsz. Ki bontott föl mit? Én biztos nem, mert én nem visszaragasztottam, ugyanúgy visszaküldték Monika. Na jó, a gyerekekről beszéltetek az imént, az egyik gyermek a legidősebb, ugye? Ez a kislány, az Anita. Őt most behívom, de mivel még kicsi, tehát megkérlek benneteket, bár nem tudom, hogy ő otthon mennyit látott és hallott. Sokat. Legalább előtte próbáljátok meg ezt visszavenni, jó? Tehát ahogy egymással beszéltek. Sokat. Anita. Anita, szia! Mi az, amit az Imrének elmondanál? Mert ő azt mondja, hogy amit Ica mesélt a bántalmazásokról, az mind hazugság. Hát nem, az, hogy hagyjál minket békén, mert most is voltál a városba. Én nem voltam a városba. De voltál, mert mondták. Anyáddal együtt zsinórban folyamatosan be vagy tanítva, és zsinórban hazudtok. Anyáddal együtt. Egyáltalán nincs betanítva, senki semmire. Várjál, rendben. Mert ez így van. Nem vitatkozok. Nem is kell vitatkozni, mert ez a tényállás. Nem tudom, kit küldtél csetézni, meg az is... Én küldtem? Nem. Én küldtem? Ott szólt a más a szám a csetét. Az, hogy legyen mit éni. Ezt most nem értem, mit csinált? Bodzát szedtem. Bodzát. Bodzát? Bodzogonyót elküldte a lány szedni, kilószám adta le, más a szám, aztán ment a pénz vagy a kocsmára, meg esetleg egy kenyér vagy valami. Ennyi. Ennyire be akarsz engem festeni? Ez így is van. Anita, ez nem tényleg... festés kérdése. Ez így van. Tényleg ez a tényállás. Benneteket is? Igen. És hogyan? Vagy milyen sűrű? Hát ma megvárt. Miért hazudsz Anita? Nem hazudok. Dehogy nem. Zsinóban hazudsz, nem. Hogy édesanyád. Persze. És hogy vertem Anita? Két és fél éves korod óta nevellek. Kettő és fél éves korod óta nevellek. A saját édesapád elől elmenekültél. Anyáddal együtt. Igen. Figyeld, ha te engem égetsz. Na, és elmenekült előle, kit hitte oda? Engemet. Igaz, nagylány? Nagylányom. A Fétahoz is oda menni. Így van? Hát. Ugye? Az akkor volt, és nem volt. Téged nem kérdezett senki, miért beszélsz bele, amikor vele beszélgetek? Miért ne beszélj bele? Mert ne beszélj bele, azért. Miért ne? Édesanyádat is bántalmazta, Anita? Igen. És őt hogyan? Hát megverte őt is. Milyen rendszerességgel történtek ezek otthon? Amikor elment a kocsmába este, azért és megverte. Már hallottam többször. Minden este, igaz? Igen. Mert igen, te is hát valami, hogy van tanítva, nem vagy ebben tanítva. Most, hogy minden este, vagy minden második este, vagy harmadik este, Monika, attól még megtörtént? Havonta egyetlen egy alkalommal nem temet a kocsmába, ja. Ő ugyanúgy megkapta, amit mert szeret ő is inni, ja. Mert egy zugivó. Az zugivó asszony. Az egy zugivó asszony. Az a vár. Az bizony, sajnos ahogy az. Ne. Na jó, szóval Ica, mit kértek tőle? Az én megmondtam, hagyjon minket véglegesen békén. Ne küldözgessen se levelet, se ne keresgéljen, hagyjon minket élni. Szóval... Az én gyerekeim megnyugodtak, maradjanak ilyen nyugalomban, hogy vannak. De figyelj ide. Nyugságot megadtam nekik. Én annyit szeretnék kérni tőled. A mindennapjuk itt a nyilvánosság előtt figyelsz, ennyi. Hallgass végig. Annyit szeretnék tőled kérni, még egyszer, bármit mondtál most ellenem, lényegtelen. Ha te úgy gondolod, bármikor visszajátsz hozzám a gyerekeimmel együtt. Nekem nem kell. Jó, rendben ezt. Megmondtam. Van. Rendben van. Aláírom. És vége. Ha, várj, ha nem, akkor. Ja. Akkor a gyerekeimet szeretném látni minél előbb. Kapsz rá egy halott 1-24 órát kapsz rá. Hát ha ennyire gonosz ő velem szemben, mindenhol megalázott. Hát miért hoztál a nagylányát? Mert nem ő nekem csak a nevelt lányom. Hát de őt is verted. Mit csináltam? Nem is persze egyre sem nézni. Hát rád nézek, veled beszélek, rád nézek. Arra néztél a földre, lefele. Meg a lányra. Ja, hát persze, mondja nyugodtan. Jó, Imre, én arra kérlek, hogy inkább azt csináld, amit az Ica kér tőled, hagyd őket békén. A gyerekeidet nem tudom, hogy tudod látogatni, majd a bíróság eldönti, hogy engedik-e neked. De ne küldjél hozzájuk senkit, hagyd őket békén. Nem véletlenül hagytak el téged. Valami azért biztos történik.